Két szakdolgozat jelent meg az idén a kiadó gondozásában. Elsőként szeretném kérni Eckhardt Évát, hogy mutassa be a szakdolgozatát. Ő a színjátszás lehetőségeiről írt a konduktív pedagógia rendszerében. Konzulense Vince Beatrix volt az ELTE pedagógiai és pszichológiai karának neveléstudományi mesterképzésén. Jó napot kívánok! Pillanat. Egy idézettel szeretném kezdeni, ami így hangzik. Úgy ismered meg magadat, hogy belepottyantod magadat a legkülönbözőbb helyzetekbe, és megfigyeled, mi lesz. Ez nem munka, ez játék. Én remélem, hogy halálomig fogok így játszani. Ezek Feldmár András szavai, amelyek nagyon meghatározzák a munkámat, és igazából az élethez való hozzáállásomat is. Nagyon köszönöm a Takács Etel Pedagógiai Alapítványnak, hogy most itt állhatok, és ez is egy új és más helyzet, amiben belepottyantam, és beszélhetek a dolgozatomról, amit könyvként megjelentettek. Konduktorként végeztem a Pető Intézetben, és azóta ott is dolgozom. Ott központi idegrendszerű mozgássérült gyerekekkel foglalkozunk, őket neveljük, tanítjuk, oktatjuk, egy komplex személyiségfejlesztést folytatunk. Még hallgatókoromban jelentkeztem a színjátszó szakkörbe segítőként, és aztán ott ragadtam, így csúnya szóval élve. Társvezető lettem, és most a szakkör vezetője vagyok már pár éve. Nagyon meghatározóvá vált a munkámban és az életemben is, és a céljaim meghatározásában is az, hogy én ide kerültem, és ezt csinálom. Szerettem volna mindenképpen az egyetem elvégzése után, vagy hát a főiskola elvégzése után a pedagógia területén még egy picit tovább bővíteni a tudásomat, ezért jelentkeztem az ELTE PPK neveléstudományi MA-nak a képzésére, ahol igazából próbáltam mindig a munkámat, az aktuális tanulmányaimat, és igazából a céljaimat így egy útra, egy közös metszetbe terelni. Így igazából nagyon jó választásnak bizonyult az, hogy idejöttem, és az intézményfejlesztő szakirányon befejeztem, vagy hát megcsináltam ezt az egyetemi képzést. Nagyon jól tudtam hasznosítani azt, hogy a konduktív pedagógiát és az itt tanulható pedagógiai területeket valahogy egy mederbe tereljem a saját magam számára. A dolgozatom igazából egy átfogó, összefoglaló írás a színjátszás lehetőségei a konduktív pedagógia rendszerében címet viseli. Ezt egy első lépcsőfoknak tekintem, egy áttekintésnek, amely széleskörűen próbálja, vagy szerettem volna bemutatni a szerintem az ehhez a kutatási témához kapcsolódó területeket, mint a konduktív pedagógiát, annak a kialakulását és a rendszernek a bemutatását, a sérült emberek társadalmi megjelenését, a színjátszást, valamint a sérült emberek előadó művészeti tevékenységét, és nem utolsó sorban az iskolai színjátszó programot. Bízom benne, hogy ez az írás egy jó alap lesz, akiket ez a téma érdekel, vagy akik ezzel szeretnének majd később foglalkozni. Leginkább a szakmabeli, társszakmabeli, azért így konduktorként ez egy szerintem egy széles megnevezés, hiszen nem csak pedagógusok, hanem a segítő szakmában, akár szociológusok is szerintem hasznosan tudják ezt a könyvet lapozni. De akiket érdekel minden esetre a konduktív pedagógia és az alternatív színházi tevékenység, és itt az alternatív volt úgy értem, hogy kifejezetten a sérült embereket megcélzó, vagy a sérült emberekkel létrehozó, vagy létrehozott előadásokra gondolok, azok biztos, hogy ehhez alapot tudnak meríteni. Következő lépésként szeretnék majd mélyebben elmerülni a témában. Nagy álmom az,
hogy Magyarországon majd egy kifejezetten CP és mozgássérült társulatot hozzunk létre kollégákkal, akik országszinten a laikus embereknek és a szakmában is elfogadottak lehetnek. Nagyon fontosnak tartom ezt, mert főleg Magyarországon nagyon jó kezdeményezések vannak, de kifejezetten mozgássérült CP és megjelenés az nem jött még létre. Illetve nagyon fontos az, hogy ami a könyvben is nagyon erőteljesen megjelenik, hogy ez egy élmény legyen mind a befogadónak, mind pedig az átadónak egyaránt, vagy az előadónak egyaránt. A szakkörnek a legfontosabb célkitűzése is igazából ez, hogy a gyerekeknek programot, élményt adjon, illetve hogy ők élményt adhassanak, és ezzel az élménnyel gazdagodhassanak, ami rendkívül fontos ezeknek a gyerekeknek. És azt is szerettem volna bemutatni, hogy helye van a konduktív pedagógiában a színjátszásnak, hogy mekkora fejlesztési terület van még ezen a pedagógiai területen belül is annak, hogy ezeket a gyerekeket színjáték vagy dráma által különböző fejlesztési lehetőségekkel tudjuk támogatni. Úgyhogy a gyerekekkel együtt pottyantjuk bele egymást ezekbe a különböző helyzetekbe, közösen játszunk, élményeket szerzünk és élményeket adunk át, és ezekből a tapasztalatokból próbálok a legjobb tudásom szerint tudományos alapokkal alátámasztott és mérhető adatokat adni elsősorban egyelőre magamnak, és aztán utána pedig remélhetőleg majd mindenkinek, akit ez érdekel. Úgyhogy én nagyon remélem, hogy sokáig fogok még a gyerekekkel így karöltve játszani. És ezt most találtam ki, ahogy hallgattam az előttem felszólaló embereket, hogy még egy idézetet szeretnék elmondani, csak hogy mindenki tényleg nagyon biztos legyen abban, hogy jó helyen van. Márai Sándornak a füves könyvéből. Valahányszor kisítű leszel munkádban, és milyen gyakran megkísért a fáradtság, a csömör, a céltalanság kínzó érzése, az önvád, hogy ez is csak hiúság, a homályos vágy, hogy jobb lenne hagyni mindent, csak a legszükségesebb önfenntartó műveleteket végezni el, olvasni és élni, jeltelenül és nyomtalanul, élni és múlni kell. De tudnod kell, hogy ez a legsúlyosabb kísértés, mellyel az élet megkínál. Ilyenkor erősnek kell maradni, mint az igazi hősök, mikor lehetetlen feladattal állanak szemközt. Tudnod kell, hogy mindenhez inkább van jogod, mint megszökni a munka elől, melyet kijelölt számodra a végzet. Úgyhogy mindenki jó helyen van. Köszönöm szépen. Jó napot kívánok! Tehát én Takás Luca vagyok, és 2017-ben írtam a szakdolgozatomat az ELTE tanító és óvóképző tanító szakán, és Endrődi nagy orsolya volt a konzulensem, semmi baj, kicsit felmagasztalt, de ne, ezek után már kiállni, de kicsit rosszul is érzem magam. Nem, persze, csak viccelek. Köszönöm. Tehát szeretnék köszönetet mondani a tanárnőnek a támogatásáért, és az alapítványnak is, hogy értékelték a munkámat. Én a Magyarországon élő vietnámi magyarok, másodgenerációs vietnámi magyarok szocializációjáról írtam, és hát a témaválasztásomra a személyes tapasztalataim miatt került sor. Két okot szeretnék felsorolni. Az egyik az egy saját élményem. Londonban jártam, és két láthatóan ázsiai fiatal közeledett felém, és mikor közel ért hozzám, akkor hallottam, hogy magyarul beszélnek. És ez olyan szürreális élmény volt, hogy Angliában vagyunk, két ázsiai fiatal sétálgat és magyarul beszélget, hogy abban a pillanatban ez rendkívül érdeklődéssel töltött el, és felkeltette természetesen a téma iránt az érdeklődésemet. És később úgy alakult, hogy vietnámi tanítványokat tudtam vállalni, közelebb kerültem a Magyarországon élő vietnámiakhoz. Itt természetesen a szülőkkel is közelebbi kapcsolatom volt, akik Vietnámban születtek ugyan, de beszélnek magyarul. Az előfelvetésem az
volt, hogy alapvetően a Magyarországon élő másodgenerációs vietnámiaknak nincsen szocializációs problémájuk, valamint egyfajta kettős bikulturális identitással rendelkeznek. A kutatásomat 2017-ben végeztem el, két célcsoportja volt, az egyik a Magyarországon élő vietnámiak, általános iskolások, vagy hát még tanulókorúak, és a másik célcsoport pedig az őket tanító pedagógusok volt, hiszen ez is nagyon fontos, hogy kívülről hogyan látják őket. A kikérdezés módszerét választottam, mind szóbeli, mind írásbeli kikérdezést is végeztem, és mind a két esetben egy strukturált kérdéssor volt a segítségemre. Alapvetően azt vizsgáltam, hogy milyen módon, hogyan illeszkednek be a társadalomba, és milyen, és a közösség, az őket körülvevő közösségbe, és hát ennek, ezért a dolgozatom központjában a társas fejlődés állt, és annak a három szegmensét, a szocializációt, az identitást és a nyelvet vizsgáltam. Első körben arról érdeklődtem a gyerekek körében, hogy milyen szocializációs szinterek vannak az életükben, és itt az elején már a dolgozatomnak is kiderül, és számomra is kiderült, hogy egy nagyon érdekes jelenség történik, hiszen nem csak a család az első szocializációs szinterük, hanem megjelenik egy magyar személy, egy magyar dada, akit érdekes módon az összes megkérdezett vietnámi gyerek mamának hív. Az iskolában való szocializációs szinteret is vizsgáltam, erről majd később ejtenék szót, itt a pedagógusokat kérdeztem meg. De a második fontos dolog, amit meg kell említenem, az a nyelvismeret volt. Feltettem azt a kérdést nekik, hogy milyen nyelven beszélnek otthon, milyen nyelven beszélnek akár a testvéreikkel. És nagy százalékban azt mondták, hogy magyarul beszélnek már. Ez egyébként már a saját tapasztalatom is volt, mert azt vettem észre, hogy ha az anyukájuk vagy apukájuk vietnámiul szól hozzájuk, akkor ők vagy egész egyszerűen magyarul válaszolnak, vagy a vietnámi nyelvet keverik a magyar szavakkal. A kultúrát, a kulturális, hát a kultúrához való hozzáállásukat is vizsgáltam. Itt nyilván az érdekelt, hogy a Vietnámból megmaradt, vagy a vietnámi hagyományokat követik-e, vagy a magyar hagyományokat elfogadják-e. És érdekes módon a magyar hagyományokkal teljesen azonosulni tudnak, követik őket, vagy inkább átveszik őket, és néhol keverik is a vietnámi hagyományokkal. Itt egy érdekes kis szókapcsolatot, vagy szófordulatot hagy mondjak. Például az egyik gyerek azt mondta, hogy van vietnámi karácsony. Hát ez nagyon megmosolyogtatott, mert nincs vietnámi karácsony, de számukra tényleg van, és én is, hogyha látom, hogy akár Facebookon kitesznek magukról képeket a családok, gyönyörű szépen felöltözve karácsonyfa mellett családi fotókon díszelegnek idézőjelbe, ami szerintem egy szívmelengettető kép. Az iskolában, ahogy említettem, hogy fogok róla pár szót mondani, a közösségbe való beilleszkedést és az oktatáshoz való viszonyokat vizsgáltam. Itt a pedagógusok egyöntetűleg azt állították, hogy nincsen abszolút beilleszkedési problémájuk. Egy-két gyerek megígézte, hogy kínaizzák őket, de alapvetően ezzel nem, ez bántotta őket, de alapvetően nem érezték úgy, hogy nekik ebből valamilyen hátrányuk lenne. Mert azt mondták, ez egy beszélgetés során derült ki, hogy egy idő után, mikor megismerik őket, teljesen másképp viszonyulnak hozzájuk a gyerekek, mikor látják, hogy tanulmányilag jó eredményeket érnek el, abszolút partnerek minden dologban. És az oktatási részhez hozzáfűzném azt, hogy rendkívül jó, magas tanulmányi eredményeik vannak, a szülők, a pedagógusok által elmondottak alapján, 100%-ig támogatják a gyerekeket a magyar oktatásban. Az identitásnál arra voltam kíváncsi, hogy az etnikai identitásuk hogyan alakul, és ezt az akkulturáció tükrében egy integrált identitást követnek, etnikai identitást, ami azt jelenti, hogy megtartják a vietnámiságukat, de magyarnak is tekintik magukat. Azt a kérdést tettem föl nekik, 15 gyereknek,
hogy magyarnak tekint inkább magát, vietnáminak tekint inkább magát, vagy vietnáminak is, és magyarnak is, és egyöntetűleg azt mondták, vagy hát egy-két kivétellel, hogy vietnámi magyarnak tekintik magukat, nem tudnak dönteni. Hát végezetül azt szeretném elmondani, hogy a kutatásom alátámasztotta az előfelvetésemet, és ezek a gyermekek egy kettős nyelvi környezetben élnek, ami hát a kettős identitás vele járója, és nincsen szocializációs problémájuk, természetesen kisebb segítségek sosem ártanak, meg biztos mindig vannak kivételek, de az általam vizsgált gyerekeknél ez nem tükröződött vissza. Viszont ez nagy részben hozzájárul az általam említett magyar mama, ez a nő, aki belép az életükbe egészen csecsemőkoruktól kezdve, és hát idézőjelben azt mondhatnám, hogy elvégzi az integrálási feladatokat bármilyen külső beavatkozás nélkül. Hiszen a gyerekek már úgy mennek iskolába vagy óvodába, hogy beszélik a magyar nyelvet. Egyébként ezt a szülők szánszándékkal csinálják, tehát szánszándékkal viszik őket babysitterhez. De hát végezetül szeretnék felolvasni egy mondatot a könyvemből, a záró mondatot. Ezt egy 12 éves kislány mondta. Az egész életemet itt fogom leélni. Szeretem Magyarországot, ezért szeretnénk magyar állampolgár lenni. És büszkén mondhatom, hogy mióta a dolgozat elkészült, 3 család megkapta a magyar állampolgárságot, és 2-nek segítettem is a tanulmányokban, mert akinek egy kicsi jártassága van ebbe, az tudja, hogy a magyar állampolgárságot nagyon nehéz megszerezni, folyékonyan kell beszélni magyarul, és egy szerintem érettséginél is nehezebb vizsgát kell letenni. És ezek az emberek szeretnének, akarnak, és törekednek is rá. Köszönöm szépen!